Igazán örömömre szolgál köszönteni Önöket, intézetünkhöz hűen digitálisan. A nevem Beregi Rihárd, és én fogom tartani az Önök számára a Számítástechnika és Automatizálási Kutatóintézet kutatók éjszakái első előadását, melynek címe Okosgyár kicsiben, apróknak és nagyoknak. Szeretném kiemelni, hogy amennyiben bármi kérdésük merül fel az előadás során, azt kérem, írják be a YouTube vagy a Facebook chatbe, vagy küldjék el nekünk e-mailbe a kontakt@staki.hu e-mail címre, és megpróbálok legjobb tudásom szerint az előadás végén válaszolni ezekre a kérdésekre. Látszik rajtam, hogy ezredfordulós vagyok, a hírhet Y generáció jeles képviselője. De én jobban szeretem azt a definíciót vagy hozzáállást, hogy az utolsó olyan nemzedék, akinek még nem volt okos telefonja a középiskolai évek alatt. A 2000-es évek elején lelkes kisiskolás koromban, kb. 10 évesen kaptam meg az első mobiltelefonomat, ez egy Alcatel készülék volt, főként biztonsági okokból, hogyha bármi adódik, akkor haza tudjak telefonálni. Ezen kívül nem sok minden más tudott, mindössze SMS-t lehetett rajta írni, és az egyetlen játék, ami volt rajta, hát fogalmazunk úgy, hogy annál még izgalmasabb volt gyereknek lenni akkoriban, szóval ritkán vettem elő, egy igazi kis használati eszköz volt. Egyszerű használati eszköz. Azt kell, hogy mondjam, hogy számomra a valódi 21. század akkor köszöntött be, amikor egyetemre mentem, és megkaptam életem első okos telefonját. Nem tudom, ki emlékszik, vagy ki ismeri ezt a márkát, a hőskorban még egy egész jó kis készülék volt, mára azonban a piaci részesedése kicsit visszaesett, pedig megvolt benne minden, amire szükségem lehetett. Volt benne kamera, főként, hogy le tudjam fotózni szaktársaim jegyzeteit óra után, volt internet hozzáférés, hogy unalmasabb órákon bármi másnak utána tudjak nézni, hogyha úgy adódik, vagy fogalmaknak, ha valamit nem értettem. Ezen kívül tudtam rajta e-maileket olvasni, privát üzeneteket írni, szóval egy igazi kis multifunkciós eszköz volt, ahogy mondani szokták, szokás kinyílt a világ. De gondolkoztak-e már azon, hogy ezek az okos eszközök miért okosak, és az én kis Alcatelem miért volt mondjuk úgy buta telefon? Igazából a kérdés az, hogy mi az, hogy okos? Ez alatt valami szakmai, technikai tudást értünk? Vagy valami gyakorlati tapasztalatokból származó gyakorlati tudást? Nagy Isten a tankönyvekből és előadásokból tanult elméleti tudást. De ennél azért vannak a magyar nyelvben sokkal magasztosabb fogalmak is erre, például itt van az értelem, vagy amit még ennél is többre becsülünk, a bölcsesség. Azonban szerintem, amit itt gyakran elfelejtenek az IQ okosság kapcsán, hogy az életnek van egy érzelmi oldala is, az érzelmi intelligencia, empátia, ami ugyanúgy nagyon fontos. Azonban ezzel nagyon, hát számomra főként veszélyes humántudomány területi vizekre elvezünk, mi a STAKI kutatói, inkább a technikai megközelítés hívei vagyunk. Számunkra ez a kérdés valójában úgy hangzik, hogy mitől okos egy eszköz. Erre a legegyszerűbb válasz az, hogy okos, mert okosabbá teszi a felhasználóját. Érződik, hogy ez az önmagára mutató meghatározás azért nem helytálló, vagy nem teljesen hasznos, de ha kibontjuk, hogy mi által teszi okosabbá a felhasználóját, akkor egyből látható képünk van róla, hogy mi ez. Alapvetően azáltal teszi, hogy tudunk rá új appokat telepíteni, amivel funkcióbővítést érünk el. Például felteszünk rá egy térképapplikációt, és már is elérjük a világ térképeinek tárházát. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ehhez hálózati hozzáférésre is szüksége van, konkrétan internet kapcsolatra, legyen az wifi-ről vagy mobil internetről. Tehát egy okos eszköz az felhasználóbarát, hálózati hozzáférése van, és szoftveresen bővíthető. Az elmúlt 10 évben megtanultunk együtt élni ezekkel az okos eszközökkel, szinte mindennapi életünk részévé váltak. Én ugyanez idő alatt elég sokat tanultam gyártástudományról, ami azzal foglalkozik, hogy hogy működnek a gyárak, illetve hogy működjenek jól. Meg kell valljam, hogy egyetem
után legalább annyit tanultam, mint egyetem alatt, mivel a gyárak világába is megjelentek az úgynevezett okos gyárak. Itt szintén feltehetjük a kérdést, mint az előbb, hogy mitől okos egy gyár? Induljunk ki az okos telefonokból. Felhasználó barát, hálózati kapcsolata van, és szoftverekkel bővíthető. Ez alapján egy okos gyárban a gépek, eszközök hálózaton vannak, amin digitális adatokat szolgáltatnak, hogy ezeket szoftverek korábban elképzelhetetlen problémák megoldására használják fel, mindezt úgy, hogy ez felhasználóbarát legyen, tehát érthető az ember számára, úgy is fogalmazhatunk, hogy emberközpontú. Érzem, hogy ez most egy picit gyors volt és erős ez a definíció, meg aki nem annyira járatos a gyárak világába, meg az informatikába, az nem tudta hova helyezni. Emiatt ezt a különbséget szeretném úgy feloldani, hogy segítségül hívom gyermekkorom rajzfilm hőseit, a Hanna és Barbara stúdió két családját különböző korokból, Flintstones-ékat és Jetsonékat. Mint látható, Freddy és Wilma fogja bemutatni számunkra a 20. század gyárait, még George és Jane a 21. századba fog elkalózolni minket. Freddy, kérlek mutass be a 20. század gyárát. Pörgős, bonyolult gyártósorok, az ember számára értelmezhetetlen analóg kijelzők fogadják az embert, ha belép egy ilyen helyre. És a Chaplini filmre, aki emlékszik, vagy aki látta, az beláthatja, hogy az ember igazából egy apró fogaskerék ebbe a rendszerbe, kicsit el van veszve. Ezekkel a szegény gyárakkal, de főleg a bennük dolgozó emberekkel szembe újabb és újabb kihívásokat támasztott a piac, hogy fogalmazzunk így, aminek meg kellett felelni. Emiatt egyre bonyolultabbak lettek, hogy fent tudják tartani azt a termelési sebességet, gyorsaságnövekedést, amit elvárt a piac velük szembe. Ennek azonban volt egy határa, amit ezekkel az eszközökkel el tudtak érni. Egyszerűen a megfelelő adatok hiányában nem tudták tovább optimalizálni a működésüket, nem tudták kiszolgálni a piaci igényeket. Ez a gondolatmenet vezetett úgymond a 21. század gyárába, a jövő gyárába, amit George, kérlek, mutasd meg a rajzod. Köszönöm. Itt már látható, hogy mi folyik a rendszerbe, és nem csak azért, mert akár a gépek oldalán plexi vagy üveglap fogad, hogy beláthatunk, hogy mi történik a rendszerbe, hanem többek között ezek számítógéppel, vezérlésűek számítógéppel vannak összekapcsolva, amin, ahogy mondtam, digitális adatokat szolgáltatnak, amit meg tudunk jeleníteni nagy kijelzőkön, ami közérthető, tehát az ember számára érthető. Itt az ember így már nem egy apró alkatrész, hanem konkrétan partnere a gyárnak, mert érti, hogy mi történik, ő is a maga kis okos eszközével bekapcsolódik, ugyanis a legtöbb eszköz itt már hálózaton van, és kommunikál egymással, hogy így is optimalizálják a működésüket, plusz a rengeteg érzékelő, ami adatot szolgáltat, az komoly szoftverek a központi rendszerekbe ki tudják értékelni, és még hatékonyabbá tudják tenni a gyárakat. Megem, most igazából kitértünk a definíció két pontjára, de a felhasználó barátság még mindig szerintem nem egyértelmű, ugyanis felmerül a kérdés, hogy ki a felhasználója egy gyárnak. Igazából első gondolatra talán a vevő, aki végül is igénybe veszi vagy megrendeli a termékeket, amit a gyárak készítenek. De ott van a vezetőség is, akik lényegében a tulajdonosai a gyárnak. Vagy konkrétan ott van a dolgozó, aki gürizik a gyárban, tehát hogy ő használja. De ha egy picit a science fiction világába elrugaszkodunk, akkor a gépek is a gyárban dolgoznak. Igazából az lenne a legszerencsésebb, ha ezek mindannyian együtt, mindegyik kőjüket felhasználóbarát módon tudná a gyár támogatni, kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy a vevő folyamatos összeköttetésben van a termeléssel, látja, hogy áll az adott termék, amit megrendelt, milyen munkafolyamatokon megy át. Itt ugye a vevő lehet egy konkrét személy, aki megrendelt valamit, de ugyanúgy lehet egy másik gyár, akinek beszállítója az előbbi. Továbbá
A vezetőség is kapcsolatban van a dolgozókkal, de nem csak ellenőrzés okán, hanem egy egymást oda-vissza támogató kapcsolatba, hogy folyamatosan még hatékonyabbak, még jobbak legyenek, meg persze, hogy említettem, a gépek is mindennel kapcsolatban vannak. Egymással is és az emberrel. Itt most felmerül a kérdés, hogy hogy juthatunk el a múlt gyárából, hogy így fogalmazzak, a jövő gyárába. Ez nem egy lépés, nem úgy kell elképzelni, hogy ledózerolunk egy gyárat és lepottyantunk egy újat, ez egy folyamatos átmenet, ennek van egy nagyon erős gazdasági oldala, lépésenként cserélünk ki valamit, de a két feltétele, mint amiben belekezdtem, az egyik, ez egy erős társadalmi kérdés, egy emberi oldala, ami mögött van oktatáspolitika, meg gazdaságpolitika, amikbe szintén nem mennék bele, mert ezt a kikutatói inkább a technikai megközelítés hívei számunkra nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy okosítsuk az eszközöket. Minél okosabbak az eszközök, annál inkább egy okos gyárban vagyunk. Röviden, digitalizáció mindenek felett. Szóval a Stakiba mi konkrétan azzal foglalkozunk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, ezt a digitalizációt. Gyárak esetében ez egy picit nehéz, mert egyrészt drágák, tehát nincs saját gyárunk, másrészt ha lenne is, annak, hogy fenntartható legyen, termelnie kéne, tehát nem igazán van lehetőség kísérletezni, de ez nem okozott problémát, mert idővel építettünk magunknak egy saját mini gyárat, amit elneveztünk Smart Factory-nak, ami magyarul annyit jelent, hogy okos gyár. Kreatív elnevezésből még lehet, hogy van hova fejlődnünk, de ez a pici mini gyár elfér itt az intézetünk egy irodájába, végis valós ipari eszközökből áll, és tudunk rajta normálisan kísérletezni. Látható itt egy kép róla, de az én szívemhez közelebb állnak a rajzok, mint a valós képek és a szövegek, mert el lehet rajta fedni a sallangot, és be lehet rajta mutatni a konkrét fontos részleteket, emiatt térjünk át a rajzok világába, és akkor nézzük is meg, hogy mi van benne. Egyrészt van benne egy négyszintes magas raktár, ami tárolja a munkadarabokat. Ehhez hasonló munkadarabok vannak a rendszerben, ami az érdekességük, hogy mindegyikben található egy apró chip, ami alapján azonosítható végig az egész rendszerbe, ahogy halad, illetve tud adatot is tárolni, így el tudja menteni, hogy milyen munkafolyamatok zajlottak rajta. Mikor a magas raktárból kikerül egy ilyen munkadarab, akkor felkerülhet az egész rendszert körbeölelő minden munkaállomást kiszolgáló szállítószalag rendszerre, ami hurcibálja körbe ezeket a kis munkadarabokat, vagy odaadhatjuk az egyik kis autonóm robotunknak, aki rohangál a terepasztalon, és elviszi őket a kijelölt helyükre. A kijelölt helyek közül talán egyik legfontosabb a többfunkciós megmunkáló állomásunk, ami be tudja emelni a darujával a körasztalára, ahol különböző imitált fúrási, faragási, pecsételési műveleteket hajtunk végre, vagy el tudjuk szállítani a kollaboratív robot karunkhoz, ami képes ezeket pakolászni, szerelni, amikor épp nem munkatársaink ember-robot kollaborációs kutatásait támogatja. Ezen kívül, ugye most beszéltünk kicsit az ilyen igazi gépipari eszközeiről, ennek van egy nagy kijelzővel rendelkező vezérlő számítógépe, amin valós időben mutatjuk be a gyár működését, és itt nagyon ember számára értelmezhető folyamatgráfokat tudunk összerakni, vagy más szóval munkaterveket, amiket le tud játszani ez a rendszer, és ki tudjuk értékelni a működését, a kísérleteink eredményét, tudjuk meglátni, hogy mire volt jó, mire nem. Ezen kívül ugye folyamatosan fejlesztjük, most aktuálisan épp egy kis apró 3D-s nyomtatott robottal fog kiegészülni, úgyhogy ha jövőre már személyesen tudjuk önöket fogadni, akkor megnézhetik. De mire jó? Azon kívül, hogy úgy hangzik, mint egy nagy játék, mert valamennyire az csak éppen drága, megipari eszközökből épült fel, de ennek ellenére van haszna. Egyrészt van lehetőségünk bemutatni a tudományos eredményeket ilyen ismeretterjesztő bemutatókon,
illetve az ipari partnereink számára is nagyon jól jön, ha egy ilyen kézzel fogható, belátható, valós rendszerbe mutatjuk be az eredményeinket, nem mondjuk egy matematikai szimulációba. Ezen kívül, mint már olyan sokszor említettem, ez egy nagyszerű kísérleti eszköz munkatársaim és a saját számomra, hogy ötleteinket egy biztonságos kis környezetbe úgy, hogy pontosan rálátunk minden apró részletére, ki tudjuk tesztelni, mielőtt valami komolyabb, nagyobb gyárba megpróbálnánk átültetni. Ezen kívül, van, mint egy oktatási eszköz is működik ez a rendszer, évente 100-nál is több egyetemista hallgatót fogad, akiknek a gyártástudomány, főleg gyártásirányítási dolgait mutatjuk be. Szerintem egy kifejezetten élménydús labor, amikor 8-10 hallgató először tud ipari rendszereket működtetni. Ezután szeretném, hogyha megtekintenének egy rövid egyperces videót arról, hogy milyen ez valójában, a fizikai valójában ez a rendszer, ha már így digitálisan tudunk csak kapcsolatba lépni. Ami alatt én az beírt kérdéseiket összegyűjtöm, és megpróbálok valami kézzelfogható, értelmes választ összeszedni, úgyhogy jó mozizást kívánok addig is. Köszöntöm újra Önöket, remélem hasznos volt az Önök számára is ez a videó, láthatták a kis rohangáló robotokat, a megmunkáló állomások sorozatát, ahogy dolgozik, talán kicsit kézzelfoghatóbbá vált, hogy milyen is egy ilyen minigyár. Pár kérdés érkezett e-mailben, az egyiket Péter küldte, mikor tudok majd egy gyárral beszélgetni? Hát ez egy erős tipp, de olyan 20 éven belül, de akkor is lehet, hogy csak majd úgy, hogyha érted a nyelvét, hogy így fogalmazzak, de konkrétabban azért karbantartási rendszerekben már ma is használnak ilyen chatbotokat, ugyanis egy karbantartó sem ismerheti az összes gépet, ami egy gyártósoron található, így amikor odaér, megnézi, hogy az adott gépnek mi a tipikus problémája, amiben egy ilyen emberszerű chatbot segíti. A második kérdés az, Nórától úgy érzem egy kicsit provokatív jelleggel, elveszik-e a munkát a gépek? Erre sajnos azt kell mondanom, hogy lesznek olyan munkakörök, amiket igen, de ezek a nagyon monoton, repetitív és nehéz feladatok lesznek, amiket nem is jó se pszichológiailag, se fizikailag emberrel végeztetni, és ezt mindig meg kell jegyezni ilyen helyzetekben, hogy az automatizálás egy nagyon drága és fejlesztésigényes dolog, ezért a fő húzóereje mindig a munkaerő hiány. Tehát ha nem tudunk embereket alkalmazni, akkor alkalmazunk gépeket aktuálisan. Imrétől kaptunk egy olyan kérdést, hogy mit tanuljak, ha robotokkal és gyárakkal akarok foglalkozni. Sajnos nem tudom, hogy Imre hány éves, úgyhogy kezdem a legelején. Szerintem egyrészt jó, ha programozni elkezd az ember, minél hamarabb, mert a világ egy kicsit ebbe az irányba áll, de ehhez jó, ha tanul matematikát, fizikát, mert mind a kettő nagyon szükséges a robotikához. Ha viszont egyetem vagy felső oktatási dolgot keres, akkor szerintem bármilyen mérnöki tudomány során kapcsolatba kerülhet robotokkal és gyárakkal, vagy, hogyha nem felső oktatási intézményhez, akkor gépkezelői felnőtt képzéssel is konkrétan gyárakhoz tud kerülni. Azonban azt hozzá kell tennem, hogy azért itt is van egy paradigmaváltás pont, amiről beszéltem, hogy egyre emberközpontúbb lesznek a gyárak, és igazából ha valakinek van egy jó
jó probléma megoldó készsége, akkor az, hogy hogy kommunikálja ezt, lefejleszti le, az már másodlagos. És én szeretném megköszönni a figyelmüket, remélem élvezetes volt, és ismeretterjesztő, hogy így fogalmazzak. Ezután következik nem sokkal majd kollégám Csertek Tamás, aki egy kicsit bevezeti önöket a mesterséges intelligenciák világába. Nagyon szépen köszönöm, további szép estét!